mérkőzés követő sajtótájékoztatón Supka Attilát köszöntjük, akitől először azt kérdezzük, hogy az első gólig ő is úgy érezte, hogy nem így alakul, nem így kellene alakulni ennek a mérkőzésnek, amilyen véget ért végül. Hát én úgy gondolom, hogy az első gólig nem volt igazán problémánk, meg voltak azok a lehetőségek, amiből gólt szerezhettünk volna, vagy gólokat szerezhettünk volna, ezzel nem tudtunk élni. Viszont elkövettünk egy olyan hibát a védekezésben, amiből le tudott kontrázni minket az MTK, és megszerezte a vezetést. A szünetbe próbáltuk átbeszélni a dolgokat, változtatni, hogy gyorsabb játékos jöjjön be, hát ha esetleg a széleken meg tudjuk bontani őket, és ott lesz lehetőségünk arra, hogy ki tudjunk egyenlíteni, de hát nagyon korán jött a 11-es, amit még szerencsére a Dávid hárított, de utána a második gól után már én azt vettem észre, hogy egy kicsit hite adjott lett a társaság, ami nem igazán volt eddig jellemzőre. Ugye a mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy majd a pályán történtek, döntik el, hogy jó döntés volt visszatérni ahhoz a csapathoz, amelyik a Fehérvárt legyőzte a látottak fényében. Hát én azt gondolom, hogy ez független attól, hogy most kik játszottak, ugye próbáltunk olyan játékosokat a pályára küldeni, akik kevesebb lehetőséget kaptak a Ferencváros elleni mérkőzésen. Olyan játékosok is kerültek a pályára, akik nem is játszottak a Ferencváros elleni mérkőzésen. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem igazán ez volt a probléma, hanem hogy az előrejátékban nagyon kapkodóak voltunk, nem játszottuk a lehetőségeket, mint ahogy kellett volna. Néha lassan építettük fel a támadást, lassan forgattuk az oldalakat, pedig azt kértük, hogy próbáljuk meg minél gyorsabban az egyik oldalról a másikra átvenni a labdát, és ott meglettek volna lehetőségek arra, hogy a szélen megbontsuk az MTK-t. Ez valamiért a mai napon nem igazán sikerült. Utólag okos az ember, de elaltathatta a csapatot a 4 bravúr pont, amit a legutóbbi 2 meccsen szerzett. Hát én úgy gondolom, hogy nem, mert erről beszélgettünk nagyon sokat a csapattal az elmúlt napokban is, a mai megbeszélésen is, hogy figyeljünk oda, mert akkor ér valamit ez a 4 pont, hogyha a mai mérkőzésen is eredményesek tudunk lenni, és csak akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha csapatként fogunk együttműködni. Ez a mai napon sajnos nem sikerült. Okay. Köszöntjük Mihály Borisz, az MTK Budapest vezetőedzőjét a mérkőzés követő sajtótájékoztatón. Gratulálunk csapat a győzelméhez, és arra kérjük, hogy értékelje a látottakat. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! How I said the game, we start difficult in the match. Kisvara was aggressive, was there. You saw that we had some problems in the first minute, but minute by minute we came back to the style what we like to play, what we want, aggressive, to attack very early, to attack in good position on the pitch. This was brilliant. So we could score after the second half early with a penalty, but after we play against the style. Last 30 minutes we sit a little bit back because Kishwara changed the style also, like to play with long balls, put two giants in the front, so it's difficult to defend all the balls, but I'm very proud. I was also last week proud against Puskás, but the result didn't came. What we are doing, what we put inside, the effort, the passion, the guys working hard, and today I'm very happy that we got these 3 points, and our target again is 45 plus as early as possible. We have this target, we can think about something else, but don't forget it's a young team, sometimes up, sometimes down, and I hope we are now again on this wave where we were the last 1.5 years. Először is nagyon nehéz volt a kezdés, hiszen nagyon agresszívan és jól játszott a Kisvárda. Tehát az első 10-15 perc nem úgy alakult, ahogy elképzeltük, viszont folyamatosan javult a játékunk, ahogy haladt előre a meccs, egyre több területet találtunk, amit ki tudtunk használni. Utána a második fél időben rúghattunk volna még egy gólt, mikor már 1-0-ra vezettünk a 11-essel. Ez kimaradt, de a játékunk itt is folyamatosan javult. Aztán az utolsó 30 percben egy kicsit visszaálltunk, hiszen két csatára játszott már a mérkőzés végén a Kisvárda, és nagyon szerettünk volna figyelni a hosszú labdáikra. Összességében nagyon büszke vagyok arra, amit a csapat nyújtott az utóbbi 2 fordulóban. A Puskás ellen még nem jött az eredmény, most viszont nagyon-nagyon örülünk ennek a 3 pontnak. Nagyon szenvedélyesen játszott a csapat, és nagyon keményen dolgoztak az egész mérkőzés folyamán. Az a célunk ugye, hogy minimum 45 pontot szerezzünk a bajnokságban.
utána pedig akár merhetünk nagyobbat is álmodni. Most reméljük, hogy ezzel a győzelemmel visszatérünk a jó útra, de azért tudjuk, hogy nagyon sok fiatal játékosunk van, és ezért is lehet az, hogy nem minden forduló úgy sikerül, hogy ahogy szeretnénk, tehát egyszer fent vagyunk, egyszer meg lehet. Nem tartod attól, hogy a kihagyott 11-es visszaveti majd a csapatot? Do you think that missed penalty would have a negative effect on the team? No, important is, again, you can learn only if you don't make everything right. And the body language after the penalty was brilliant from the team. We played against, Oli Vaga made the second goal. So, this happens in football, but we are working as a team. Always the team is the star, so it not depends on who scored or who not scored. Today it was Oli and Schöni. Next time Bojan will score maybe again from Tizen Egyes. So we won, of course, if you play draw and you miss the Tizen Egyes, it's different, everything is good. We have to analyze the match, we have to prepare for the next match. Újpest will be a difficult game, so we did one step, we have to make következő lépcső. Nem tartottam attól, hogy ez negatív hatással lett volna a csapatra, meg egyébként is a hibákból lehet tanulni. Szerintem remekül reagált a csapat arra, aki hagyott 11-esre, és aki hagyott 11-es után is remek volt a csapat testbeszéde. Az ilyesmi megtörténik, nem egy emberes csapat vagyunk, és a csapat a sztár igazából. Bojan biztos vagyok benne, hogy a következő helyzetét kihasználja, vagy a következő 11-esét értékesíteni fogja. Nyilván más lenne a visszhangja ennek, hogyha döntetlen lett volna a meccs, vagy hogyha kikapunk, de szerencsére nyertünk, tehát nincs semmi probléma azzal, hogy kimaradt a 11-es, ez megtörténik a labdarúgásban. Most elemezni fogjuk a mérkőzést, meglátjuk, hogy mit tudunk belőle tanulni, aztán pedig készülünk az Újpestre. És végül mind a két gólját szélső játékos szerezte, de középső pozícióból, ezt kéri tudatosan tőlük, hogy elkezdenek a kapu elé. Both goals were scored by wingers, but they scored them from central areas of the pitch. Is this something you specifically ask from them? Yeah, we have an idea how we want to play football. Since 1.5 years, and one of this idea is that every goal is in the middle of the pitch, so that's the reason why the winger has to come inside, has to attack the box. So we try to play this. Last week against Puskás it didn't work, but the idea is, one part of the idea is of course that the winger has to attack the box. Igen, megvan egy fix játékrendszerünk, amit szeretünk használni, és ennek az egyik része, hogy a szélsők kihasználják a középső területeket. Ez persze a Puskás Akadémia ellen nem működött, most viszont kétszer is sikerült ezeket a pozíciókat kihasználni. Nyilván igyekszünk ezeket a területeket hasznosítani, és innen gólokat szerezni. Köszönöm szépen!